Tudta, hogy ön helyett is eldöntheti valaki más, hogy ön hol és hogyan szavazhat majd? Ehhez elég csupán ismernie az ön néhány alapvető személyes adatát. Az interneten ugyanis személyazonosítás nélkül bárki bárkinek a nevében mindenféle választásokkal kapcsolatos kérelmeket nyújthat be. A TASZ már 2014 elején jelezte, hogy ez a kérelmezési rendszer mindannyiunk választójogára veszélyes. Egyik ügyfelünk esete most arra utal, hogy ez a kockázat valós. A fiam értesült arról eredetileg, hogy a nagymamája, aki az egyik idősek otthonában ugye él manapság, és hát a demenciának az előre haladott állapotát lehet nála ugye felfedezni. A most következő népszavazás alkalmából ő kapott egy értesítőt. Ő ugye ezt nem tudja, egyrészt nem tudja elolvasni és értelmezni. Egyszerűen az otthon elintézte azt, hogy a 11. kerületből a 8. kerületbe áthelyezzék a választási körzetet, és ezzel egy időben egy választási urna igénylését is megtették. Azon csodálkoztunk, hogy hát csak nem megjavult a nagymama állapota itt hirtelen, hanem nem, hát ez tudtuk, hogy ez nem... Szóval felmerült bennünk az a gyanú, hogy az a kérdés, hogy végül is miért van ez így, tehát miért tette ezt meg valaki, hogy az ő nevében ezt kérelmezte. Arra gondoltunk, hogy ezt mi megkérdőjelezzük, és így egy ismeretlen tettes ellen a BRFK felé tettünk egy feljelentést, hogy kiderüljön, hogy végül is mi is történt. A történet alapján elképzelhető, hogy a bentlakásos intézmény jó indulatból él ezzel a lehetőséggel. Például a lakók nevében átjelentkezést kérelmez, hogy a lakók az intézményben szavazhassanak. Csak hogy épp ez az út vezet a választási csaláshoz is. Másrészt mi van akkor, ha egy bentlakásos otthon lakója vasárnap délután a lakóhelye szerinti szavazókörbe megy el szavazni, és csak a helyszínen tudja meg, hogy ott már nem szavazhat. Addigra pedig már késő mozgó urnát kérelmezni is. Én arra gondoltam, hogy figyelemmel próbáljuk kísérni a nagymamának a október 2-ai napját, hogy mi történik vele. Demens idős emberek hát szavazati jogát ne használjuk föl arra, hogy valamilyen irányba, vagy akár meghamisított szavazásokhoz jussanak. A csalások megelőzése, a szabad választópolgári döntés csak úgy biztosított, ha választójogáról mindenki kizárólag saját maga rendelkezik. Bárki más nevében tudta és beleegyezése nélkül kérelmezni jogsértő és veszélyes mindannyiunk választójogára nézve. Mit tehet ön, hogy megakadályozza a visszaéléseket, ha valamelyik rokona egy bentlakásos intézményben él? Kérje rokona beleegyezését, hogy ön felbonthassa a választási irodáktól érkező leveleit. Figyelje rokona postaforgalmát, és haladéktalanul bontsa fel az összes ilyen levelet. Ha pedig rokona egy kérelemre válaszul kap levelet valamelyik választási irodától, mindig kérdezze meg, hogy valóban ő nyújtotta-e be a kérelmet. A bentlakásos intézmények persze jó, ha segítik választójogosult lakóikat. Például kinyomtathatják nekik a kitöltetlen papír alapú kérelmeket. Figyelmeztethetik őket a benyújtási határidőkre. Akár fel is adhatják a kérelmeket, amennyiben a lakók saját maguk töltötték ki azokat, és ők maguk zárták le a borítékot. De ne hagyjuk, hogy mások rendelkezzenek választójogunkkal.